civil fórum alakulhat Miskolcon. A kezdeményezést Varga Andrea jelentette be a civilek napja alkalmából. Az alpolgármester szerint ez azért is fontos, mert így egyre több olyan kérdésről tárgyalhatnak, melyek eddig nem jutottak el a városvezetéshez. A találkozót az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szervezte. A helyőrségi hagyományőrző egyesület már több mint 50 éve működik Miskolcon. A szervezet rendszeresen részt vesz történelmi megemlékezéseken és szervez kirándulásokat. A működéshez szükséges anyagi forrást főként pályázatokból teremtik elő. A civil nap alkalmából a megye számos szervezete képviseltette magát a Miskolci központban. Ez a civil információs centrum, ez rendkívül segítette az én munkámat, mint az elnökök vagy gazdaságvezetők munkáit. Mindig előre mutatnak, felkészítenek minket különböző eseményekre, pályázatokra, úgyhogy én nagyon pozitívnak értékelem az ő munkájukat, és rá is támaszkodunk. A civil szervezetek Miskolcnak kiemelten fontosak. Erről már a város alpolgármestere beszélt. Varga Andrea bejelentette, hogy kezdeményezik egy kiterjedt civil fórum létrehozását. Ettől azt is várják, hogy olyan kérdésekről legyen érdemi eszmecsere, amelyek korábban nem jutottak el eddig a városvezetéshez. A civil szervezetek általában olyan fajta feladatokra vállalkoznak, amire egy nagy apparátus vagy egy önkormányzat nem képes, hiszen nem elég gyors, nem elég rugalmas, és ebben óriási feladata van az önkormányzatnak, hogy ezeknek a szervezetnek a munkáját segítse, támogassa, az együttműködésüket kérje, tájékoztatást kérjen azokról a problémákról, amelyekkel szembe találkozunk különböző helyzetekben. A város és a civilek együttműködésének kiszélesítésétől azt is várják, hogy az egy színesebb, változatosabb közéletet eredményez majd.